Szevasztok, gyerekek! Elindult a felvétő. Hát elindult. No. Hát, mai nap elkezdtem csinálni a töltött cikit, ugye? Mert már nem sok volt, meg minden. Jó van. Hát, eltelt vele, vagy majdnem egy óra, mire készlettem a cigi töltéssel. Azt egyszer csak nézem a telefonomat, hogy mi újság van, van-e valami. Jöttek-e kommentek a új videómhoz, vagy valami. Láttam, ahhoz nem nagyon jöttek. Utána megyek a... Látom az e-mailt. What? Hát, gyerekek, ez már... 11.000 forintot kaptam. Ugyanattól a sráctól, aki tegnap, vagy tegnap előtt küldött 3.100 forint. Hú, gyerekek, 11.000 forint. Úgyhogy nincsen be a szavas rá. Hát én nem tudom ezt felfogni, hogy ez most tényleg azért, mert azt írta, hogy ne hagyjam abba a videózást, és az irigyek megkapják be. Ő írta. Nem én mondom. Ezt írtam a megjegyzésben, amikor küldte a támogatást. Hát, nem tudom, tényleg ennyi? Jó, hát biztos vannak, akik szeretik tényleg a videókat, amiket csinálok, ugye, vlogokat, stb. De hogy ennyire? Most tényleg ennyire, vagy csak még csak az émel, hogy szeretik, hát biztos nem az émel, hogy... Mert régen, amit már mondtam többször, hogy akkor régen, ja, ami volt, az volt. A bebaszós lájvos dolog, tudjátok. De hát... Most... Hát csak úgymond... Beszélgetek, amiről csak eszembe jut a dolgok, és nem tudom elhinni. Hú, ez... Hát... Ledőltem egy kicsikét, amikor megláttam. Még jó, hogy pont feküdtem, hogy... Akkor megláttam, hogy... Mi? Nézem így? Néztem, hogy mi a? What is me? Jól láttam. Mondom, jól láttam. 11.000. Hú. Hát most ugye mutatnám, ugye ezeket az e-maileket, vagy a PayPalon, de ugye nem mutathatom, mert nem mindenki szereti, ha bemondom. Mutatom az egész mindent, nevét, meg mindent. Jó, ahogy látom, neki ilyen álneve van, ilyen kamus neve van, ahogy látom. Mert ugye megint, amit múltkor kaptam, 3700-at, az a valami Alexander, de én mondom, biztos valami kamu név, gondolom. Hú, hát, nem vagyok tényleg tömperve, vagy hogy mondják így, ja, jól mondom. Hú. Gyerekik. Hát ez... Hát nem tudom, mi történt. Megjött a fizetés, vagy nem tudom, de... Ez nagyon jól esett. Hú. Gyerekik, hát ez még mindig annyira... Nem csinálom a hülyeségeket, meg minden, és úgy kaptam pénzt, támogatást. Ó, és ráadásul ilyen nagy összeget. Ó, hát most Glandúcska már biztos majd fogja mondani, írni a Thomas Johnson videónál majd.
ha ezt kivágja Tomás Johnson, vagy bele, vagy nem kivágja, vagy feltölti, mindegy. Fú, kántócska. Hát igen. Na jó van. Hát nem tudom, mi történt, de jó van. De na, megtörtént. Hát ezen nem kell. Csak akkor is nem meg vagyok nagyon-nagyon lepődve, hogy ilyet kapok, ilyen nagy összeget így, hogy nem vagyok hülye. Hát nem csinálom a hülyeségeket, úgy mondom. Hát de nem tudom elhinni gyerekek. Hát, megtörtént, hát. Fú, na jó, hát. Na, oké, és nagyon szépen köszönöm. Alexander. Nem tudok tényleg szóhoz jutni. Gyerekik. Na jó, legyetek jók, további szép napot, és majd jövök a következő videóval, nem tudom mikor, de majd a. Úgyhogy jók legyetek. Hát. Eddig is, amit már mondtam, hogy így tényleg nincs értelme letölölni a csatornámat, mert kapok támogatást is, de hogy ennyire ilyen nagyot összeget így, gyerekek, hát nem tudom elérni, hogy elértem ezt a. Hú. Jó, hát, na, ami megtörtént, megtörtént, tudom. Csak hát akkor is, na. Hát akkor hogy reagálnék, ha kapnék 50 000-et? Hát inkább le is akarjam tudni. Hát, na, már túlzás összeg, tudom. De nem tudom, akkor szerintem rá már színfél kartus kapnék. Nem tudom, ki ejteni ezt a szót. Mondom, hogy Tomás Johnson ezt kivágja. Puh. Hát jó, régen volt, hogy kaptam persze annyit is, de az kihívás út. Pados sor. Ja, az teljesen más dolog. Na jó van. Még egyszer köszönöm, és legyetek jók. Peace, békke. Addig kell.